Kedves hallgatók, hölgyeim és uraim, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a készülékek mellett, és hát természetesen a stúdió vendégét is nagy szeretettel köszöntöm, Pataki Zsolt művész nevén Zsepi. Köszöntelek szeretettel, szervusz, szia! Szia, köszöntöm a hallgatókat! Hát több apropó kapcsán is beszélgetünk a mai nap folyamán. Jössz-mész, csodaszép zenéket csinálsz mostanában, volt szerencsém hallani őket, és egy ilyen csetes beszélgetésben azt írtam neked, hogy rajongód lettem. Én nem sok embernek vagyok rajongója, ahogy szoktam mondani, alapvetően nem vagyok egy barátkozó típus, de összességében véve a zenéid nagyon tetszenek, úgyhogy de hát akkor kezdjük egy kicsit a múlttal, hiszen zongoristaként próbálsz most szárnyakat bontogatni, viszont volt azért, hát illetőleg van neked egy előéleted. Na ez hogy indult? Egyáltalán zenével hogy találkoztál? Hát mindeneket szeretném megköszönni neked az elismerő szavakat. Hát a zenével körülbelül 10-12 éves koromban találkoztam először, csak akkor még nem zongoráztam, hanem szintetizátoron tanultam játszani. Akkor működött kint Németországban egy zeneiskola. Ezt a Planky László alapította, sajnos már nem él. És hát én először csak így otthon játszogattam ilyen kb. 12 éves koromig, és hát a szüleim állítólag tehetségesnek láttak már akkor. Ez a Planky László egy ilyen testvériskolát is alapított. Oda irattak be a szüleim végül is, ilyen szintetizátor képzésre. Voltak olyan zenei hatások, amik kapcsán, vagy aminek mentén elkezdtél zenélgetni? Tehát mondjuk volt kedvenc zenekar, nem tudom én. Majd rátérünk a Freedance-re, és tudom, hogy az egyik kedvenc zenekarod, de volt ezen kívül? Tehát olyan hatás, amire azt mondod, hogy mondjuk ez indított el a zenei pályán? Különösen nem volt kedvenc előadom zenekarom. Nincs kedvenc zenekarod, előadott tényleg? Most már van. Akkor nem volt úgy. Én is nem emlékszek rá, Ez nagyon érdekes, a legtöbb zenész, aki elkezdett zenével foglalkozni, azért azt mondja, hogy a könnyű zenészek, azokat mindig azt mondják, hogy valami hatás érte őket, akkor ezek szerint nálad a szüleid hatása volt az, ami... Nem egészen, hát én nyilván csináltam én is olyat, hogy 10 évesen, mit tudom én, Hungáriára fenyőmükire... Ezt nem hagyhattam ki. Egy sprés dobozzal a kezemben mikrofonként használva, az ágyon ugrálva énekeltem a Hungáriára számokat. Ilyet már olvastam én is valahol. De persze ennek semmi köze a billentyűzéshez, vagy a zongorázáshoz. Szóval akkor mondhatjuk, ha nem igazából... vigyáztál volna magadra, akkor akár rock'n'roll zongorista lettél volna. Igen, akár. De nem lettél szerencsére, hiszen csodálatosan szép dalokat játszol mostanában. Hogy jött a Freedance? Hiszen akkor lépkedjünk egy picikét, tehát akkor menjünk szépen sorba. Édesanyádék azt mondták, hogy tehetséges vagy, fiam, menjél. Milyen szerencséd van, mert vannak olyanok, ahol nem veszik észre a szülők a gyerek tehetségét. Beirattak ehhez a Planky László nevezetű zenetanárhoz, ebbe a zeneiskolába, ahol hát elkezdett bontogatni a szárnyaidat, és ebből egyenesen következett a Freedance? Nem. Itt igazából ebben a zeneiskolában már akkor nyilvános vizsgák voltak, tehát nekem én már 12-13 évesen nagy közönség előtt szerepeltem. Például voltunk kint már 13 éves koromban Németországban ebben a Planky László zeneiskolában, és ott már közönség előtt is felléptünk kint Németországban. És mint szintetizátoros, tehát ott még szintetizátor. Igen. Hát akkor még nem, akkor még mint szintetizátor. Őszintén szólva, nagyon sok mindenbe belekóstoltam már sokféle stílusban. Én már igazából 13 évesen, 14 évesen is tanultam ebben a zeneiskolában zeneszerzést. Persze csak ilyen teljesen alapmódon. Hát ez egy 4 éves képzés volt igazából, és utána még 15-16 éves korom környékén iratkoztam be a, nem tudom, szabad-e reklámozni, de illetve mondani. Hát majd meglátjuk, kifizeted legfeljebb, semmi gond. Tehát Móron volt egy zeneiskola, Pászti Miklós, és oda iratkoztam be. Ez 3 év lett volna még pluszban, 3 éves képzés, viszont az első vizsgámon, az első évben már saját szerzeményt vittem a vizsgára. Kettő kötelező dalt kellett játszani, és volt egy szabadon választott, ami nekem egy saját szerzemény volt, és ott akkor azt mondták a vizsgabiztosok, a tanárok, hogy igazából megadják a 3 éves képzést, de nem kell többet mennem, mert olyan jó lett a sokkal jobban, ha szabad így mondani, tehát sokkal kitűntem a többiek közül. És körülbelül majdnem ebben az időben jött igazából a freedance-es korszak.
Na, Fridenszes korszaktól folytatjuk tovább, kedves hallgatók. Pataki Zsolttal beszélgetünk, aki jelenleg már nem popzenét játszik, hanem valami teljesen más, majd oda is eljutunk, de azt hiszem, hogy a következő megszólalásunkban a Fridensz nevezetű formációról beszélgetünk, ami mondjuk úgy, hogy én remélem nem tévedek, a 90-es években, Székesfehérváron, 90-es évek vége, 2000-es évek. Körülbelül. Így van. Itt Székesfehérváron az első számú pop csapat volt, akikkel kapcsolatosan természetesen bizonyára Zsoltnak is van egy csomó emléke, hiszen ő ennek a formációnak a billentyűseként dolgozott akkor. Innen folytatjuk tovább, hallgassanak bennünket, jó rádiózat! Thank you.
Kedves hallgatók, hölgyeim és uraim, folytatjuk tovább beszélgetésünket. A stúdióban Pataki Zsolt Zsepi a vendégem, és az előbb úgy hagytuk abba, vagy ott hagytuk abba, hogy az ő zenei pályafutásáról beszélgetünk, és megérkeztünk a Freedance nevezetű zenekarhoz. Lelkesen mutogathatok, hogy nem 90-es évek, hanem 2000-es évek az, amiről beszélgetünk. Hát csak én öregítenélek benneteket egy kicsit, szóval a 2000-es években ez egy sikerprodukció volt. Dolai Gábor volt melletted még, aki dolgozott ebben a csapatban, és ugye csinos táncos lányok. Na, de hogy kezdődött ez az egész freedance-es történet? Én kb. 17 éves voltam, amikor volt egy tehetségkutató verseny seregélyesen, uh-huh. és én oda is természetesen saját zenéket vittem magammal. Persze nem zongora, az megint egy teljesen más formáció volt, és ott ismerkedtem meg Dolovai Gáborral, a freedance alapítójával, aki hát igazából, ahogy meghallott engem... Azon a rajongód lett. Te így gyűjtesz rajongókat. Igen, és hát ebből volt egy vicces sztori, mert ugye akkor Zsepi néven léptem fel, és Gábor az első sorban ült, uh-huh. és akkor játszottam, akkor a Gábor egy fejjel zsebkendőt lengetett nekem, azzal integetett. Uh-huh. Elérzékeny. Hát ez ilyen romantikus, érzékeny lélek, igen. És seregélyes gyakorlatilag a kiinduló pontja. Ez volt a kiinduló pontja, aha. igen. Itt ismerkedtem meg Gáborral, aki a fellépésem után azonnal odajött hozzám, és azt mondta, hogy fel vagyok véve. Mert épp egy billentyűs keresett, aha. akkor. Először ez azért jó, mert én ezt nem tudtam. Tehát nekünk azért van egy igen. régi kapcsolatunk, de én ezt nem tudtam, hogy ez így alakult, ez az egész történet, úgyhogy most én is új infókkal lettem gazdagam. Igen, és akkor seregélyesen hát összeállt a banda. Hogy működött nálatok? Mert talán erről is egy picit én kevesebbet tudok, tehát hogy készültek a zenék a Freedance-ben annak idején? Amikor itt találkoztunk seregélyesen, akkor a Gábor nekem azt mondta, hogy van egy billentyűs, ő énekel, tehát ketten voltunk az első fellépésünkön, és utána csatlakozott hozzánk a tími. Aha, Kondor tímea, igen. Tehát aztán jöttek a háttértáncos nők, és akkor is öten voltunk. Majd mégis így jelent meg a lemezünk is utána, hogy öten voltunk a csapatban igazából. Kövess engem, ez volt a lemezetek címe. Én azt hiszem, hogy abban az időben minden szempontból elmondhatjuk, hogy ez egy sikersztori volt. Most a csatornákat nyilván ne reklámozzuk, de rengeteg helyen bemutatkoztatok. Én úgy érzem, hogy a székesfehérvári pop szakmához hozzátettetek nagyon-nagyon komolyan. Na, ettől a ponttól folytatjuk, mert aztán a Freedance tulajdonképpen egy picikét parkolópályára került, és aztán az életetek így elindult egy kicsit egyéb irányba. Na, ettől a ponttól folytatjuk majd tovább a stúdióban Pataki Zsolt.
Ugyanis uraim, kedves hallgatók, folytatjuk tovább a mai beszélgetésünket. Pataki Zsolttal beszélgetek, akiről, mint kiderült az előzőekben, már viszonylag fiatalon, tehát 12-13 évesen is, színpadon állt és szintetizátorozott, ráadásul Németországban, aztán hát van is. Egy igen, bocsánatot kérek, művész úr. Aztán hát természetesen Dolvai Gábor rátalált Seregélyesen, és így megalakult a Freedance zenekar. Ez egy igen sikeres történet volt, és az előbb ott hagytuk abba, hogy tulajdonképpen a Freedance után, mint egy kicsit úgy szétspriccelt volna a történet, jelen formában éppen Ausztriában élsz. A Freedance nem aktív, viszont van egy teljesen másik zenei irány, amiben dolgozol. Mi történt a Freedance-el egyébként? Hát 4 évet voltunk együtt, igazából ez egy nagyon jó 4 év volt, és ez érdekes, mert soha nem mondtuk ki azt, hogy vége, hogy feloszlottunk, valahogy hogy így hozta a sors, így alakult, hogy valahogy mindenki elindult egy más irányba. Aha. Ahogy mondtad is, én külföldre. Vannak olyan magyar zenekarok, akik abból élnek, hogy állandóan visszatérnek. Nem akarom földobni a magas labdát. Na szóval, Freedance után beszélgettünk itt az előzőekben, és remélem, hogy időben jó helyre teszem. A Freedance után még a Vörösmarty Színházba is lehetett téged látni? Ókor zongorázni? Így van. Tulajdonképpen én akkor az Vörösmarty Színház kávézőjének a bár zongoristája voltam. Az nem kis dolog, tehát most ezt forgathatjuk ezt a dolgot. És az is egy érdekes történet, ahogy én oda bekerültem, ahogy én ott a színháznak a zongoristája lettem, mert én a színházban dolgoztam egyébként a zongorázás mellett, és én egyik este volt egy előadás, amikor én éppen nem dolgoztam aznap, és hát tudták ott a színházban a kollégák, az ott dolgozók, hogy én zongorázok. Éppen aludtam otthon, amikor megcsönt a telefonom. Felvettem, és a színház kávézójából hívtak, ugyanis aznap estére leszerveztek egy zongoristát, én nem ismertem, nem tudom, hogy ki volt az, és ő játszott volna ott, amikor jönnek ki a nézők előadás után, akkor ő ott kicsit zongorázott volna, és valahogy valamilyen logból, arra sem emlékszem, hogy mi volt pontosan, visszamondta az utolsó, de tényleg az utolsó percben visszamondta ez a zongorista a szereplést, és mert tudták, hogy én zongorázok, valahogy engem hívtak fel, és hát elmondták a telefonban, hogy mi a történet. Nem tudnám őket kisegíteni, hogy elmondták, hogy hát igazából egy fél órát kellene körülbelül zongorázni. Én meg hát nagy nehezen igent mondtam végül is. Én közel laktam akkor a színházhoz körülbelül 3 percre, úgyhogy igent mondtam. Bár féltem ettől egy kicsit, persze nyilván. Összeszedtem magam, szó szerint úgy ugrottam bele az öltönyömbe, és futottam le a színházba. A dolog megtörtént, zongoráztam, és igazából annyira meggyőztem az akkori üzletvezetőt, hogy utána odajött hozzám, és mondta, hogy engem teljesen meggyőztél, minden rendben volt. Talán rá 2-3 napra megint odajött hozzám a kávézónak az üzletvezetője, és megkérdezte, nem lenne kedvem esetleg rendszeresen zongorázni kávézóban. És akkor onnantól számítva... És vehetjük, igazából innen kezdődött ez a zongorista irány. Igent mondtam persze erre is, mert nekem ez egy hatalmas megtiszteltetés volt, hogy engem kértek fel erre. Kihívás is volt, meg egyben megtiszteltetés is, és körülbelül 1,5-2 hónapon volt rá, hogy így az első szereplésig. És ez a 1,5 hónapban mondhatom, hogy nekem teljesen jó volt arra is, hogy rengeteget tudtam fejlődni. Tehát tényleg volt, hogy napi 6-7 órát gyakoroltam akár, és belevágtam ebbe, és egyáltalán nem bántam meg, mert én nem is gondoltam volna, de nagyon pozitívak voltak már az első visszajelzések is. Hát sőt, olyannyira, jól tudom, akkor a felújított főutca átadásán is játszottál. Így van, szintén a színháznak a rendezésében. Ez kint volt az utcán megtartva. Arról beszélgetünk, kedves hallgatók, majd a következő megszólalásban, hogy Pataki Zsolt milyen irányba ment tovább, jelenleg mi a helyzet. Ez a befejező megszólalás lesz beszélgetésünkben, úgyhogy bíztatok mindenkit, hallgassanak bennünket, tartsanak velünk, további jó rádiózást mindannyiuknak. Thank you.
Kedves hallgatók, hölgyeim és uraim, folytatjuk tovább itt a 99.2-n. Pataki Zsolttal beszélgetünk, a negyedik felvonás, beszélgetésünk negyedik felvonása, ahol most már aktuális dolgokról beszélgetünk, és azt ígértük, hogy onnan folytatjuk, hogy hát egy-két év, mondjuk úgy, hogy ilyen kihagyás volt, vagy egy kis pihenés, kicsit hátrébb húzottál. Aztán Ausztriába költöztél, jelen formában is Ausztriában élsz. Én mégis arra koncentrálnék elsősorban, hogy elkezdtél egy új zenei irányt az életedben, ez egy új zenei történet. Így van. Ez a soft piano, vagy soft music piano, hogy valami ilyesmi a meghatározás. Nem tudom, hogy ez ilyen direkte, vagy valamit kell gyorsan írni, és akkor ez jutott eszedbe. Hát talán ez ami a legjobban a megfelelő, ami illik rá. Aha. Igazából epikusabb témájú zenéket szerzek igazából. Nagyon-nagyon kiváló, szép dalokról van szó, akár az átdolgozások, feldolgozások, akár a saját szerzeményeid, minden szempontból elmondhatjuk. Ez az a zenei irány, ami most kiteszi az életedet. Aztán hogy alakult ez a dolog így szépen ilyen teljessé? Hát, mint ahogy mondtam, nagyon sok mindenbe belekóstoltam már zenei stílusok tekintetében, de valahogy úgy éreztem, hogy még ha visszamegyek a freelance korszakba is, akkor is úgy éreztem valahogy, hogy nem teljesen én vagyok, nem tudok igazából kiteljesedni. Aztán, amikor a színházban zongoráztam, akkor szintén ezt éreztem, hogy nagyon jó volt az, hogy pozitívak voltak a visszajelzések. Én úgy gondolom és úgy hallottam, hogy szerettek a nézők. Aztán jött ez a kihagyás, amikor hát részben egy úgymond új példaképem, egy olasz zongorista zeneszerző inspirálására döntöttem úgy, hogy megpróbálkozok, illetve hát elkezdek saját zenéket szerezni, saját zongora darabokat. Amikor az első darab elkészült, és ezt én visszahallgattam, illetve megmutattam hát először csak ismerősöknek, és meglepően nagyon jók voltak a visszajelzések, nagyon pozitívak. Én úgy gondolom, hogy szerintem amikor az ember saját szellemi terméket alkothat, hogy az az igazi sikerélmény. Uh-huh. Sikerélmény volt az is, ha meg tudtam tanulni egy nehezebb zongoradarabot, az is sikerélmény volt, de az igazi sikerélmény számomra, hogyha saját szellemi terméket tudok alkotni. Mert az tényleg én vagyok, az tényleg belőlem jön. Ki volt a példakép, nevezzük meg? Ludovico Einaudi. Ismerhetik például az Életre való című kiváló filmnek, ő szerezte a zenéjét. Innen tudhatják esetleg, hogy... Kedves hallgatók, hölgyeim és uraim, Pataki Zsolttal beszélgettünk. Köszönöm a beszélgetést, a kedves hallgatóknak köszönjük szépen a figyelmet, további jó rádiózás mindannyiuknak, ez a Vörösmarty Rádió.